Üdvözlöm Szepesi Tibor polgármestert. Milyen fejlesztés történik itt most a katolikus templommal szemben? Üdvözlöm a televízió nézőket, jó napot kívánok! Folytatjuk azt a megkezdett munkát, amelyet az utak, járdák, parkolók felújítása kapcsán elkezdtünk még az előző évben, hiszen akkor ugye sokat beszéltünk róla, láttuk azt, hogy megnövekedett a gépjármű forgalom, nagyon sok személyautó van forgalomban, nagyon sokan használják ezeket a forgalomban lévő autókat, nem csak a hétvégeken, hanem a hétköznapokon is egyre többen, ezért azt láttuk, hogy szükségesek a parkolóknak az építései. Ugye azokon a frekventált helyeken, ahol több autó egyszerre fordul meg ma már, ott természetesen oda kellett figyelni arra, hogy ezeket a parkolóhelyeket bővítsük. A piac környékén, az iskolák környékén volt ez elsősorban az előző időszakban, de természetesen folytatjuk ezt a sort, hiszen meg kell oldani, és biztonságosan meg kell oldani a postánál a parkolás. Természetes, hogy a katolikus templomban is egyre többen járnak, tehát itt is oda kell figyelni arra, hogy biztonságosan és többen tudjanak parkolni. Ennek megfelelően egy előzetesen már megtervezett parkolónak a terveit poroltuk le, és gyakorlatilag ez van most megvalósítás alatt. Milyen forrásból valósul meg, és mikorra várható az elkészülte? Egy belügyminisztériumi pályázat a kisvárosi programcsomag keretében tudjuk ezt a parkolót, és még a hozzákapcsolódó parkolókat majd, hiszen nem csak ez az egy parkoló fog megvalósulni, hanem a víztoronynál folytatjuk a parkolónak a bővítését, kerti utakat fogunk tudni ebből a pályázatból, illetve a Kossuth Lajos utcának a aszfaltozása is meg fog történni, hiszen azt is láttuk, hogy a piac környékének a forgalma is teljesen megnőtt. Én azt látom, hogy nagyon jól haladnak a kivitelezők, főleg ezen a területen, hiszen itt egy további részét is meg kell oldanunk pályázaton kívül, ezt önerőből kell, hiszen jelezte a kivitelező, hogy azzal együtt, hogy itt parkolót épít, célszerű lenne a járda burkolatát is megújítani, hogy összefolyjanak ezek a munkálatok, hiszen nagyon egyrészt rosszul nézett volna ki az, hogy van egy gyönyörű új parkolónk, és mellette egy feltöredezett, felpúposodott járdaszakasz. Másrészt pedig, hogyha majd később kezdünk hozzá a járdához, akkor nehogy megsérüljön a frissen elkészült parkoló. Tehát azt láttuk, hogy itt a járdaszakaszt is meg kell újítani a parkolóval együtt. Én azt gondolom, hogy hamarosan végeznek. Az egész pályázatnak a befejezése várhatóan tavaszra fog átcsúszni, de bízom abban, hogy az időjárás esetleg egy hamarabbi befejezést is lehetővé tesz.